Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Adventi gondolataim következő fejezete, példája, témája az azt hiszem, hogy ehhez a december hónaphoz is nagyon jól illeszkedik, hiszen asztrológiai értelemben a nyilas jelében, a hit jelében jár a nap. Úgyhogy az első és legfontosabb, amit szeretnék elmondani, hogyha el akarunk érni valamit, ha el akarunk valahova jutni, akkor előbb hinnünk kell benne. Ha nem hiszünk benne, akkor nem fog sikerülni. Ez a hit, ez már szinte bizonyosság. Körülbelül olyan bizonyosság, mint hogy tudunk kenyeret vágni. Tehát amikor az ember megtanult biciklizni, akkor nem kérdés, hogy tud biciklizni. Amikor az ember megtanult kártyázni, vagy szörfölni, vagy síelni, vagy az előbbi példámmal kenyeret vágni, akkor egy olyan fajta hit van bennünk, a témával kapcsolatosan, hogy azt már bizonyosságnak nevezhetjük. Az életünkben, ha el akarunk valamit érni, akkor ezzel a fajta hittel, amely szinte már bizonyosság. Tehát, ha úgy tetszik, ez egy mágikus gondolkodás, ami azt jelenti, hogy ha haladok előre, akkor már szinte látom az eredményt, látom a célt, megidézem magam elé azt, amit el akarok érni. Hogy ez varázslat? Lehet. De nem az a lényeg, hogy milyen néven illetjük, hanem az a lényeg, hogy erre képesek vagyunk, mi emberek. Gondoljunk bele, ha a Szentírásra hivatkozom megint, akkor az van leírva, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette Adam Kadmont. Tehát Isten embernek teremtette, és az Isten emberre ráruházta, ha úgy tetszik, a teremtés képességét. Tehát ezt a teremtői képességet, ezt birtokoljuk, a kérdés csak inkább az, hogy merjük-e birtokolni, tudjuk-e, hogy ez bennünk van, az nem kérdés, hogy képesek vagyunk-e rá, mert képesek vagyunk rá. Inkább az a kérdés, hogy amikor gyerekként valamit meg akartunk csinálni, netán sokkal nagyobb magabiztossággal, akkor lehet, hogy elvették tőlünk azt a fajta bizonyosságot. Lehet, hogy elbizonytalanítottak a szüleink. Lehet, hogy megriasztottak, esetleg félelmet keltettek, vagy bűntudatot egy cselekvéssel kapcsolatban, és ezek most előjönnek. Tehát érdemes így advent időszakában egy kicsit kimosakodni ezekből a régmúlt hitrendszerekből, hiedelmekből, amelyeket akár jó akarattal is próbáltak a szüleink, tehát a mi védelmünkben megtanítani, vagy a tanítóink, tanáraink, és most jelen pillanatban, esetleg az életünk mostani szakaszában éppen akadályként tornyosulnak elénk. Tehát még egyszer, ha valamit el akarunk érni, abban hinnünk kell. Olyan bizonyossággal, hogy szinte már látnunk kell a végét, látnunk kell a célt, látnunk kell azt, hogy beérünk a célegyenesbe, látnunk kell a sikerünket. Látni kell azt, hogy ez nekünk sikerült. És ha már itt ezt a szót használtam, hogy siker, akkor gyorsan álljunk itt meg egy pillanatra. A mindenség számára nem az a siker, hogyha mi sztárok vagyunk, vagy csillogunk. A mindenség számára az a siker, ha szeretet van bennünk.
Ha a szeretet bennünk van, a hétköznapi sikereink szinte természetességgel működnek. Tehát amit el akarunk érni, az sikerül, de nem azért, mert el akarjuk érni, hanem azért, mert szeretet van bennünk. Ha úgy tetszik, a hétköznapi siker az a bennünk élő szeretet mellékterméke. Tehát ha valaki nagyon vágyik arra, hogy mások előtt sikereket, babérokat arasson le, akkor sokkal nagyobb eséllyel fog kudarcokat learatni, mint babérokat, és azon egyszerű oknál fogva, mert ha hiány van bennünk, akkor előbb meg kell teremtenünk a harmóniát. Ha bennünk van a harmónia, ha bennünk van az egység, ha bennünk van a készség, és ezáltal készségesek vagyunk, de én felhívnám a figyelmet a szótőre, tehát, hogy készek vagyunk, akkor működnek a dolgok. Ha valamilyen érdek vezet minket, akkor nem működnek a dolgok. Úgy tűnik számomra, lassan közeledve a 70-hez, és mondhatnám szinte, hogy gyerekkorom óta az önismerettel foglalkozva, hogy az univerzum, legalábbis az én tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy az univerzum idézőjelben bünteti a menekülést. Nem tud semmi elől sem megmenekülni. Bocsánat ismét a tegező kapcsolatért. Mindannyiunknak rá kell arra jönnünk, hogy a cselekedeteink újabb cselekedeteket, vagy szanszkrit szóval újabb karmákat szülnek. Nem tudsz nem karmát létrehozni, tehát az életünkben mindennel, még azzal is, hogy kanalazzuk a levest, ha gondolkodunk, ezzel is karmát hozunk létre. Tehát erről jobb lemondani, hogy én harcolok a karma létrehozása ellen. Sokkal inkább az a fontos, hogy tudjam, hogy a létesülésnek az egyik fontos törvénye a karma. Tehát addig forog a világ, addig megy működésbe, addig működik ez az egész rendszer, míg van karma. A karma ugyanis cselekvést jelent szanszkritul. A karma azt jelenti, hogy minden cselekedetnek megvan a maga következménye. Tehát, hogyha ezt így közelítjük meg, akkor az egyetlen lehetőség, hogy elfogadjuk, hogy belenyugszunk, hogy a magyar mondattal legyen meg az Isten akarata, ámen, ezzel nyugtázzuk ezt az egész helyzetet. Nem elég lavírozni, nem elég különböző stratégiákat kidolgozni, ha nem látjuk, hogy mit akarunk elérni. Tehát itt az ideje, hogy megtanuljunk célorientáltak lenni, tehát, hogy a cél felé haladjunk. A bizonytalanság az nem azonos a célorientáltsággal. Ha bizonytalanok vagyunk, akkor valójában nem tudjuk, hogy mit akarunk elérni. Akkor ugye milyen jó szó ez is, céltalanok vagyunk, tehát nincs meg a célunk. Ha nincs meg a célunk, akkor még nem tudjuk, hogy merre akarunk menni. A másik izgalmas kérdés, amikor sok cél van. Ezt is el akarom érni, azt is el akarom érni. Milyenkor a megoldás? Ki kell választanom a legfontosabbat, és abba az irányba kell haladnom. Ilyenkor persze joggal felmerül a kérdés, hogy melyik a legfontosabb.
próbáljunk meg a cél mögé nézni. Ha elérem a célomat, akkor mit kapok meg általa? Milyen módon sikerül fejlődnöm? És ha eljutok a fejlődésnek erre a szakaszához, vagy ehhez a szakaszához, akkor ezáltal miben fog változni az életem? Tehát érdemes egy picit mögé nézni a céloknak, különösen abból a tekintetből, hogy ránk nézve ez milyen módon fog majd működni, és milyen ígéreteket hordoz a saját életünk kiteljesítése, megvalósítása céljából. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja Önöket, nem fenyegetésként, még lesz egy-két gondolatom. Viszontlátásra! Thank you.